Sziasztok, Takeshi vagyok, és üdvözöllek benneteket itt Demás jelentő helyén, és legalábbis az alagsorban, ami levezet oda a láva tóhoz, ahol a redstone-t szereztük. Hála neki van macerátorunk, meg generátorunk, mert ez csak egy egyszerű vaskemence, de ez is jó. És hát ezért egy folyton azt mondogattam, hogy de mász, így, de mász, úgy, de még bele se kezdtem semminek az építésében. És szerintem ez lesz a mai dolgunk, hogy legalább az alapot építsük már meg, hogy hol lesz. Látjátok ezeket a vonalakat, igazából itt az F9-en lehet előhozni. A csankokat jelzi nekem. Mert azt terveztem, hogy először egy 5x5-ös területet körbekerítek. 5x5 csankosat. Közben kiveszünk ide követ. Az 5 követ, hogy ne. És az lesz a fő építési területünk. De úgy látom, nem lesz elég ez a kő. Természetesen nem. Első rossz helyre is tettem le. Jaj, persze, hogy berakta a kis táskámba. Ugye hozunk még követ. Elvileg itt van a ládában. Na, meg is van, itt van. Remélhetőleg már elég lesz. Mi a fene történt itt? A nyoma még itt van a kőnek, de hova lett az uzatkő? Lagolok vagy mi? De hát... nem tudom. Ismertek ilyen módot, ami elviszi a követ? Bár elvileg ki van kapcsolva a pusztítás, nem? Mindegy. De ez megint nem lesz elég itt. Természetesen nem. Miért lenne? Ez csak két csank. Na, akkor hozunk még követ. Remélhetőleg nem lemadnak ránk a zombik. Á, itt vannak a kövek. Ez ennyire elég is lesz. Remélhetőleg. Ó. Hát ez meg mi? Na, hova lett? Mi a fene volt? Ó, hello, szia! Szervusz! Hát te, mit keresél itt ezen a környéken? Hát épp köveket gyűjtöttem. Láncfűrész el a hátadon. A fullom is. Fullóvá. Igen, mint ahogy rájöttetek, Sanyi éppen kreatív módban kipucolta itt a környéket, amíg én építkeztem. Ezt úgy megkérdezném, hogy miért az úszatkőből építkezem? Igazából csak az alapterületet akartam kijelölni, amit építeni akarok. Természetesen nem tudott kőből fogok építeni. Így nem egyszerű? Ó, dehogy nem.
Nem csalás egy kicsit? Nem, kicsit, nagyon. Egy picit gyorsabb, igaz? Mekkora területet szeretnél? 5x5-öset. Ami nem kicsi. Ja, egyszer egy csankot. Igen. Azt is tegyük hozzá. Egyetemű. Hölgyeim és uraim, megtörtént az első csalás. Igazából most szerverem vagyunk, amit Sanyi hozott létre, és átküldtem neki a helyet. Majd a továbbiakban lehet, hogy lesz még ilyen rész, de ez most egy külön kiadás. Hát ha azt nézzük, én szerverelködök. Ha már itt vagyunk Survivorként, akkor nézzük is ki ezt a zombit. Ha csak nem ő nyílt ki minket. Igen, az aranypáncélom az elkapott, sajnos az előző részben. Meg így szerben egy kicsit laggolnak. Júj! Kezd fogyni a HP-m, elég rendesen. Csalás, vagy nem csalás, de... Igen, meg is haltam. Természetesen. Mivel szerveren vagyunk, nem tudom, hogy sikerült a szerver beállítást létrehozni. Úgy lehet, hogy nem normál szinten vagyunk, hanem nehezebben. De ez annyira nem nagy vész. Mert amit itt Sanyi összeszed, azt természetesen... Azt te nem fogod megkapni természetesen. Ugyanis te maradsz szövárvajban, én csak segítek itt a terület kitakarításában. Ez egyszer előny is, meg hátrány is, mert azért tegyük hozzá, elég sok fa van itt a területen. A föld az nem zavar, az leszarom. Enyhén szólva. Az van elég mindenhol. Ó, ott az igazi Enderman. Sanyi, ott a barátod. Nem is egy. Én meg mindjárt meghalok megint. Én vigyázzam, hogy én nem halok meg. Ó, egy, kettő. Nem igazán kéne a szemükbe nézni. Na, creeper, boom. Ugye nem vettek észre, nem. Amíg Sanyi csinálja a csomagokat, addig én vadászok itten, mert úgy is kelleni fog. Na, ez az, ami egy szervert megbír állítani. Közben kikapcsolom már a csankokat, nekem nem kell. Így. Az eső. Júj. Meg a Enderman neked is. Sanyi, nem fáj? Nekem nem. Te olyan vagy, mint a nappali vámpírok. Hova lett az ollom? Hoppá, véletlenül kidobtam a kezemből. Sikerült. Csak ki ne engedjem a bárányokat közben. Őt miért nem bírom megnyírni? Az egyik bárány bebugolt. Ott van rajta a szőr, azt nem bírom megnyírni. Ezeket a köveket igazából majd Sanyinak fogom majd ajándékozni. Mert ha azt nézzük, ebből építi őket. Vagy ebből építeném. Le is dobom ide őket. Mondjuk azt, hogy én elhasználtam. Majd despanolódik, vagy Sanyi felveszi. Mindenképpen arra járok. Közben találtam egy csontváz fejet, amit kirakok ide az ajtón fölé. Hadd féljenek tőlem. Zombi fejek. Így. Biztos sámán lakás lett ebből.
Megnézzük gyorsan a macerátában van még valami hajtóerő. Gondolok én szénre. Természetesen nincs. Hol marog ez a zombi? Fönt vagy lent? Úgy látom ezek szerint lent. Szia! Annyira megijedtem, hogy puszta kézzel kezdtem el velkedni a zombival. Pedig higgyétek el, ez egészségtelen dolog. Mit is akartam? Ja, szenet. Igen. Most komoly, most tettem ki a zombit, de már megint visszatámadt. Ja nem. Fönt vannak, csak... Az egyik rámászott a bokonka. Szia, hát te mit akarsz itt? Gyere. Beengedtem a házba. Lehet, hogy nem volt annyira jó ötlet. Nézzük, hogy állunk itt. Minimum sáddal. 4 darab. Mert még 5. Az pont 9. 8 darab kell hozzá, jól emlékszem. Meg egy minimum stone. Mindjárt meg is nézzük. Minimum stone. Kell egy inner stone. Amihez kell egy arany is. Ezt fogjuk most megcsinálni igazából. Jól tudom, szereztünk valahonnan aranyat. Visszük ezt a szenet is. Először természetesen lemacerálom. Most nem a vasat macerált, hanem a szenet. Maceráljuk a macerátot, hogy maceráljon. Nem maceráljon nyit. De pedig sokkal jobban megéri. Lassan egy apjú is gyűlik igazából, még csak 52 van, de... Ebből nem építek házat. Főleg nem egy csankosat. Az érdekes lenne. Generátor teli van. Kisigetjük ezt a pár darab. Aranyat. Vasunk az van. Mert követ kell. Hoppá. Igen. Odaadtam Sennynek az összes követ, úgyhogy gyorsan szerzünk egy keveset. Ami nem túl nehéz. Kész is van. Rászolj be aki a táskába. Még mindig nem szoktam hozzá a táskához. Amikor szerveren voltunk, akkor nem használtunk táskát. Mert ki voltak bannolva. De hát single player-ben nyugodtan lehet. Úgyhogy Sanyi itt van fölöttem valahol. Lassan elkészül a Shard of Neumon, Neum Stone-om. Már most a köveit nem tudtak el, vannak. Ez nem baj, én ezt adtam munkálatokra. Jó. Majd szerzek még, van itt 1000-rel. Azért van ez a bányám is ide lent. Honnan ezt láttad, igaz, Sanyi? Persze, megnéztem mindent. A nézők viszont megkérdezhetik, hogy miért nem használjuk a World of Dirt-öt. Igen, egyszerű oka van. Sajnos ez a gép nem igazán alkalmas szerver futtatására, különben FPV. Amikor először teszteltük, sajnos összeomlott az egész. Meg hát igazából az építkezés az normál módban lesz, úgyis. Akár veletit, akár nem. Ez csak egy kis, mondjuk azt, hogy gyorsítás a folyamatban. Hm.
Bár még így is elég sok mindent kell összegyűjteni, főleg redstone-t, mert a gépeket meg akarjuk csinálni. Mondom ezt, és közben a ládában itt van 61 darab redstone, amit eddig nem vettem észre. Eddig abban a hitben éltem, hogy egyáltalán nincs redstone-om, és kifogytam teljesen. Akkor lehet, hogy redstone-t most még egyelőre nem kell gyűjteni. Mégse. De amit biztosan normálban fogok csak használni, az a query, ami még közelében nincs, hogy elkészüljön. Vagyis most már nagyot léptünk előre, mert meg elkészítette a minimum stone-t, amit lehet arra használni, hogy például, hol vannak a vasak? Vasból készítsünk aranyat. Ej, nem így. Így igen. Igaz, így használódik egy kicsit, de hát mindennek ára van. Nem hiába az a modnak a neve, hogy egyenértékű csere. Ami enyhén szólva utalása a Fullmetal Alchemist-ra. Á, de hogy is. Viszont mi elkínál, egy dolgotok van, beszéltünk meg. Méghozzá? Pedig, hogy hol legyen ennek a területnek a síkja. Igazából ott, ahol elkezdtem. Na, már van két gyémánt, pedig még egyet sem találtam. Milyen jó vagyok, mi? És mindenféle csalás nélkül. Csak egy kis alkímia kellett hozzá. De pedig tudtam már az alkímia első törvénye az, hogy aranyat nem bírunk csinálni. Ahhoz képest simán csináltam vasból aranyat. Ki tudja, lehet, hogy még valódi emberi életet is bírunk teremteni. Bizonyos homonkulusokat. Majd ha megtaláltuk hozzá a bölcsekkövét. Hát ez végül is az. Legalábbis egy kis darabja. Hivatalosan. De farja, az még nagyon-nagyon sok vasra lesz szükségem, meg gyémántra, meg mindenre. Azt még nem most fog megtetni. De onnastól igazából meg lesznek valami gondjaink. Mármint miután elkészítettem és sikerül beüzemelni folyamatosan. Mert nem elég elkészíteni egy kovarit, az önmagát nem hagyja meg. Közben Sanyi, amíg itt épít, addig lopok itt egy kis fát a területről. Nevészen kárba. Vízben nyúló terület? Nem baj, megoldjuk. Majd földdel kitömjük. Most még vízben nyúlik, de már nem sokáig. Ajaj. Hatalmas nagy terraformálás következik itt, úgy látom. Akár ez is lehetne a résznek a címe. De lehet, hogy a találkozás az Endermannál jobb lesz.
A sárga szemű Endelmennel? Igen. Jól emlékszem, sárga a szemed. Így van. Nem tudom, hogy ez a kislány, akivel vagyok, ez hogy nem rémült meg, bár... Hoppá, nem alulról akartam nézni. Csak így jött össze. Bár így egyedül él ebben a vadvilágban, zombik között. Annyira mégsem meglepő, hogy nem ijed meg egy kis endelmentől. Szó szerint kicsi, normál méretű endelmenhez képest. Másfél méret, másfél ember méretűek az endelmenek? Vagy kettő? Szerintem a kettő még, ezt soha nem néztem meg különben. A másfél lesz, mert három kockába befér, igaz, hogy be is szorulnak szegények, de... Ez már nagyon az évoljuk. Meg az újított verzióban úgy tudom, hogy a tehenek, meg az ilyesmik, az állatok nem férnek át egy lyukon, de a kicsinyeik egy lyuk, átférnek rajta. Ezzel nem férnek át igazából itt a kerítésen se, hogyha kapu van belőle csinálva. Átlökni át lehet rajta, mert végül is átfér, csak ő nem látja annak, hogy átférjen. Szerintem rekordot fog dönteni a halálok is számával ebben a részben. Szedjék le. Az eredeti az milyen? Ha elütessel ment. Normálnak? Normálra ment. Mi ez a sok csontváz itt? Akkor lehet, hogy át kell hagynom az embereket, mert... Engem nem zavar, de olyan nyílcápot kapok itt, hogy csak na. Hátkor túlélő mód. Szerencsével be van kapcsolva, hogy nem veszítünk a cuccainkból, amikor meghalunk. Ami igazából tök mindegy, mert úgyis visszamennék most értük, hogyha meghalnék. Ha csak Sanyi fel nem venni őket, miközben én halott vagyok. Képes lenne rá. Többet nem látnám őket. Jaj. Na, itt kezdődik a szervállag. Vagy a netem halt meg. Igen. Úgy látszik, hogy a netem meghalt. Connection Pontosan? lost. Ez meg a TeamSpeak volt. Akkor mindjárt visszajövünk, amit újraindítottam a modemet.